A te 2.0-t nézitek, a kezemben pedig a PrestiShow Multipad 7.0 Ultra Plus tablet doboza látható. A 7-szoros készülékek közül a gyártónál ez a legolcsóbb modell emlékeim szerint. És ami az érdekessége, az a modell korábban csak feketébe volt elérhető, viszont már most kapható piros, illetve fehér készülékházzal is. Ezek közül ez éppen a fehér modell. Látjuk a hátoldalán még azt is, hogy milyen komponenseket tartalmaz. 1 GHz-es egymagos procink van, egy 4.1-es Android fut a készüléken, 7-szoros 8x480-as kijelzőnk van, 4 GB háttértárunk, illetve microSB csatlakozónk, ami támogatja az OTG-t. Kicsomagoljuk és meg is nézzük, hogy néz ki a PrestiShow ezen modellje. Láthatjuk, hogy a fehér tablethez fehér kiegészítő is dukál. Rögtön kezdésnek, amit kifogtam, az egy fehér színű USB-s hálózati adapter. Látjuk azt, hogy másfél amperrel fogja tölteni a készüléket. És ehhez itt a kábelünk is, ami értelemszerűen adatkábelként és töltőkábelként egyaránt funkcionál majd. Egy micro USB-USB-s kábel, illetve van még egy ilyen fehér kábelünk is, ami micro USB-USB OTG átalakító. Ezzel tudunk esetleg pendrive-ot vagy mást rákötni a készülékre. Itt van maga a tablet, és itt megszokhatunk még egy vaskos kis felhasználói útmutató jár a PrestiShow-hoz. Itt van tehát a fehér tablet, ami elől hátul fehér. Tehát nem csak a hátlap, hanem az előlap kerete is hófehér lett. Ez veszi körbe a 7-szoros kijelzőt, ami jobb felső sarkában van itt egy előlapi kamera, ez az egyetlen egyébként. Ennek segítségével skype-olhat a felhasználó, vagy mást csinálhat. Az oldalt, hogyha megnézzük, itt van az összes csatlakozó. Felül van egy bekapcsoló gomb, egy jack csatlakozó, egy micro USB töltésre és adatátvitelre egyaránt, itt kicsit alul összeolvasztva egy hangerőszabályzó gomb, valamint itt van a micro SD kártyaszlot. Ha megnézzük a tetejét, illetve a többi oldalát, alját, itt már nincs csatlakozó vagy gomb, csak a fehér műanyag fut végig. A hátlap is fehér, teljes egészében matt. Egy újraindító reset gombunk van, illetve jobb felső sarokban található még meg az egyetlen hangszóró, és némi kis PrestiShow felirat, Multipad 7.0 Ultra Plus feliratítva a modellszám, és amit látunk, hogy nem került ide kamera, ez lemaradt a készülék hátlapjáról. Ez volna tehát a PrestiShow Multipad 7.0 Ultra Plus tablet. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!